Közpénzből tüntették el a pesti rakpartról azt a feliratot, amelyet Karácsony Gergelyék megmozdulásán festettek fel még vasárnap délelőtt. Szakértők szerint a főpolgármesternek már az akció idején tisztában kellett lennie azzal, hogy a felirat nem maradhat az aszfalton, mert megzavarhatta volna az autósokat. Az útburkolatra festeni ráadásul törvénytelen is. A rakpartra hívta szimpatizánsait vasárnap délelőtt Karácsony Gergely. A találkozót szinte teljesen titokban egy üzenetküldő alkalmazáson keresztül hirdették meg. Több baloldali politikus, köztük Niedermüller Péter, Varjú László, Horváth Csaba és Harangozó Tamás is ott volt. A főpolgármester és társai több méter hosszan előre elkészített sablonokkal a Stop Budapest adó feliratot is felfestették az aszfaltra. Karácsony Gergelynek már akkor tisztában kellett lennie azzal, hogy a felirat nem maradhat az aszfalton. A feliratot még vasárnap eltávolították, erről a Riposzt készített felvételeket. Ezeken az látszik, ahogy a fővárosi közterület fenntartó munkatársai késő este előbb kézzel és lapátokkal, majd két magas nyomású vízsugárral tisztítják meg az útburkolatot a délelőtt felragasztott sablonoktól és a ráfújt festéktől. A portál arról is ír, az általuk megkérdezett szakértő szerint a felirat eltávolítása vegyszeres takarítással, a veszélyes anyag elszállításával és a munkások bérével együtt akár 5-6 millió forintjába is kerülhetett Budapestnek. A híradó megkereste a fővárosi közterület fenntartót. A társaság közleményében azt írta, a takarítást előre egyeztetett és megrendelt szolgáltatásként végezték. Elismerték, hogy a munka 2 órát vett igénybe, de az szerintük csupán mintegy 75 ezer forint közpénzbe került. Ez mindenképpen veszélyes és teljesen törvénytelen. Veszélyes, megtévesztő és egyben törvénytelen az útburkolatra festeni. Erről beszélt Szálka Miklós közlekedési szakértő az M1-nek. Nem egy ilyen aszfaltrajzoló verseny a Budapestnek az úthálózata. Itt törvények vannak. Van a KRESZ, és van egy úgynevezett 20/84, ami a burkolatjelekre vonatkozik. Ezen kívül bármilyen jelzés, akár forgalomtechnika, akár más, engedélyt kell kérni a Budapest Közút ZRT. Az egy olyan cég, ahova be kell adni egy papírt, be kell adni egy engedélykérést, és ők engedélyezik. Én ennek utána néztem, erre semmilyen engedély nincsen. Szálka Miklós úgy fogalmazotta, nem odavaló felfestések megzavarhatják az autósokat és balesetet okozhatnak. Különösen problémás az ájt jelentő stop felirat, mert az azt félreértő és megálló autóba hátulról belerohanhatnak.